Az olasz Laura Rogóra nyerte a 2021-es nehézségi falmászó világkupa női versenyét. A franciaországi Chamonix-ban rendezett tornára a szokásosnál nagyobb figyelem hárult, a sportág ugyanis idén először az olimpia programján is szerepel. A férfiak között az amerikai Sean Bailey győzött. A pálya azonban olyan nehéz volt, hogy a teljes falat még ő sem tudta végigmászni. A hivatalos nevén sportmászásnak hívott sportágnak három szakága van, a nehézségi, a gyorsasági és a boulder, azaz a biztosítás nélküli mászás. Az olimpián 40 sportoló méretteti meg magát.